gyakorlatilag el fogja lepni a szemét Magyarországot. Ezt mondta Hatházi Ákos a Korrupció Info sajtótájékoztatóján. Az LMP társelnöke szerint a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Tönkreteszi a szemétszállítási rendszert, mindezt szándékosan. Úgy véli, azért akarják ellehetetleníteni az önkormányzati tulajdonú szemétszállító cégeket, hogy később ezeket a miniszterelnökhöz közel álló üzletemberek vásárolhassák meg. Hatházi Ákos Szekszárd és a környező települések szemétszállítási problémáira hívta fel a figyelmet. Noha problémák vannak, azoknak is megvan az oka. Méghozzá az, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szervezet nem fizeti ki elvileg a helyi szemétszállító cégeknek a szolgáltatást. Így fordulhat elő az, hogy már a kukásautók szervizelésére sincs pénz, hangzott el a sajtótájékoztatón. Ákos, Hatházi Ákos, tehát itt ül a stúdióban, jó reggelt kívánunk, kezdjük ezzel a témával, hogyha már erről szólt az összefoglaló. Oligarha ügyet sejt a háttérben? Nagyon köszönöm, hogy ezzel kezdhetjük. Ez egy nagyon fontos és jelképes dolog, mert ezek ugye a fontos és valódi problémák Magyarországon. Ugye tegnap én csináltam egy rallit, próbáltam megnézni, hogy valóban megvannak-e azok a konzultációs ívek, nagy kamu az egész. Arról is szeretnék majd örömmel. Kérdez erről is, és mégis látja, én is erről kezdem. De ez egy nagyon fontos dolog, amit el szeretnék mondani, hogy a igazán nagy hazugság az nem az, hogy itt a 1.700.000 vagy 1.100.000 ív visszaérkezett, ez is hazugság. De a nagy honnan hazugság. Tudja, hogy ez hazugság? Majd ezt akkor beszéljünk, akkor mégis majd beszéljünk erről is, ha marad idő, de a szemét kérdés szerintem sokkal fontosabb. A nagy hazugság az az, hogy Magyarországnak ma egyetlen egy és hatalmas problémája van, ez meg a Soros. A Magyarországon rendkívül sok más probléma van, és ez például az egyik ilyen, hogy most a szemét szállító cégek, ezek az önkormányzati szemét szállító cégek, ezek városi tulajdonokban vannak, ezek gyakorlatilag tönkre mennek azért, mert a pénzt nem ők szedik be, hanem egy nemzeti kukaholding, egy nemzeti hulladékgazdálkodás. Most már jó ideje. Jó ideje, csak éppen elkezdett nem fizetni. Tehát ez nem fizeti ki, vagy csak töredékét fizetik ki. Ugye most már alvállalkozók ezek az önkormányzati cégek. Töredékét fizetik ki ezeknek a pénzeknek, mint amit ki kellene fizetni, és ezek szépen mennek gyakorlatilag tönkre. Milyen indokkal fizeti a töredékét? Később fog fizetni? Cashflow probléma van, vagy nem fog soha? Nagyon sokszor nem is indokol, nagyon sokszor azt mondja, hogy nekem ez a cég nem tetszik, és nem fizetek, azt mondja, hogy ez túl kicsi ez a cég. Nagyon sokszor nem is indokol, hogy majd nem jött be elég pénz, és egyszerűen nem fizet azoknak a cégeknek, tehát van néhány olyan cég, amelyiket ő kiválasztott arra, hogy majd nyilván ezeket akarja privatizálni, és ezekre várnak már az oligarchák. Ezeknek fizet, de a legtöbbnek nem fizet. És erre mutattam tegnap be bizonyítékokat, gyakorlatilag Szekszárdot már ellepte a szemét. A Facebook tele van olyan bejegyzésekkel és fotókkal, és jó magam is készítettem olyan fotókat, amikor tele vannak a konténerek, kicsordul, és a környéke is csupa szemét. Olyan bejegyzéseket is olvastam, hogy aztán hetek múlva elvitték a szemetet, de például olyan módon, hogy a szelektíven gyűjtött, ugye külön a műanyag, külön a papírt, azt fogták, aztán egybeöntötték egy nem erre való teherautókra. Ez mindenki rémálmas, mindenki cinikusan ezt mondja, sose hittem el, hogy ez megtörténik. Az oldalamon ott meg lehet találni ezt a bejegyzést is, és az a nagy baj, hogy nem is csak Szekszárdon, hanem a környező falvakban még a normál szemetet se, tehát úgymond nem a szelektívet sem mindig viszik el. Amikor a Gyurcsány kormány idején például a mezőgazdaságban dolgozók igazságtalanságokat éreztek, vagy rendszerhibákat, akkor traktorokkal felmasíroztak a hősök terére, itt fővárosi polgárok kalácsot sütöttek nekik, fogadták őket szeretettel. A kukások miért nem masíroznak fel Budapestre például? Miért nem történnek ilyen akciók, hogyha ilyen volumenű a probléma, mint amit ön mond? Hogy nem fizetnek, és utána ellepi a szemét. Itt ugye nyilván a kukások, tehát magán, akik dolgoznak, azok még remélhetőleg megkapják a pénzt, tehát arról nem tudok, hogy ők a fizetésüket ne kapnák meg. Itt az embereknek kell ezt látni, és az emberek látják is, tehát mondom, nagyon sok ilyen poszt van, sőt, még a polgármesterek is, tehát kitette a szekszárdi képviselő Horváth István, aki a trafikokat osztogatta, az kiragott a Facebookjára egy posztot, amikor ott a környékbeli polgármesterekkel találkozott, és kiírta ő maga, és azért
ez egy bizonyíték erre, hogy hát a polgármesterek fel vannak háborodva, hogy a szekszárdi cég nem viszi el a szemetet. Hát azt mondja, van egy kis probléma, majd megoldjuk. Csak éppen én nekem egy olyan levél is a birtokomba jutott, amit a szekszárdi szemétszállító cégnek az igazgatója küldött Bártaszék polgármesterének, és ott konkrétan leírja, hogy ő nem kapja meg ezeket a pénzeket, tehát nincs, nem fizetik ki neki a nemzeti Kuka Holding, minden, ami nemzeti, az lopás meg az emberség, nem fizetik ki neki ezeket a pénzeket, és konkrétan leírja, nincs pénze arra, hogy szervizeljék az autókat. Tehát amikor itt a bejegyzésben az ment, hogy én azt állítom, hogy már nincs pénz arra, hogy szervizeljék a kukás autókat, akkor nem én mondom, hanem ezt a szekszárdi igazgató mondja, egyszerűen nem tudjuk szervizelni autókat, kimaradnak a szállítások. Mindenki emlékszik, vagy nagyon sokan emlékezhetnek, amikor ott néztük, hogy Nápolyban ott a maffia, és ugye a utcákon áll a szemét. Nagyon hasonló állapotok jöhetnek, és mondom, Szekszárdon már jó néhány fotót bemutattam, ugyan még nem hegyekben áll a szemét, de azért már jócskán kicsordul ezekből a konténerekből. És hogy jönnek képbe az oligarchák? Hát úgy, hogy ez az szokott ilyenkor lenni, és egy másik, senki nem tud róla, egy másik ilyen üzlet, ez a gyerekek iskolai étkeztetése, ami nagyon hasonló dolog volt. Az önkormányzatok, amikor jött a Fidesz, akkor az önkormányzatok ezeket átvették. Addig általában ilyen kisvállalkozók vagy kisebb vállalkozók csinálták minden városba, a fideszes önkormányzatok ezeket átvették. Azt mondták akkor, hogy a hatékonyság kedvéért a minőségellenőrzés. Még be is fektettek, tehát csináltak nagyon sokszor korszerű konyhákat, Szekszárdon is tudom, meglehetősen korszerű konyhákat csináltak, majd utána elkezdte az önkormányzat a saját cégének nem kifizetni a költségeket. Tehát gyakorlatilag a saját cégét csődbe vitte az önkormányzat, azért, hogy utána a Bánki Erikhez köthető, vagy a fideszes képviselőhez köthető Hungas csoport ezt megvásárolhassa, és ezt bárki megnézheti. Gyakorlatilag ma már a legtöbb városban egy Hungaszt fogja a szolgáltatást végezni. Ezt a direkt összefüggést nem tudja bizonyítani? Hogy ne tudnád, ezt meg kell nézni. Persze, hogy ne. Tehát ott van, ha valaki beírja az Optembe, hogy Hungaszt, akkor fog egy csomó leányvállalatot minden városban találni. Azt is tudom bizonyítani, hogy Szekszárdon, mert ez is meg lehet találni papírokat. Tehát Szekszárdon az a rezsiköltség, amit fizet a város, az borzasztóan alacsony volt, csődbe ment a saját cége, vagy csőd közelbe került, eladták a Hungasznak, utána meg két hónap múlva megemelték. Tehát onnantól kezdve megemelték a rezsiköltséget, és kifizették, és onnantól kezdve nyereséges. Az a cég, annak ellenére, hogy a gyerekek moslékot. Persze, tehát ezek bárki megtalálhatja, annak ellenére, hogy a gyerekek moslékot kapjanak. Tehát itt a szemétszállítással ezt is bizonyítom, tehát itt is bizonyítom, nincs pénz, nem fizetik ki. Nyilvánvalóan az lehet a cél, hogy majd a végén ezeket megveszi egy üzleti kör, és aztán meg ugye majd akkor majd megemelik majd a szemétszállítás díját, mert hát ugye valamiből ki kell fizetni. Erről szól ez a dolog. Ezek a dolgok, ezek sokkal nagyobb problémák, mint az, hogy most hány millió konzultációs hív jött ki, de tegnap ugye az is bebizonyosodott, ez az egész egy kamu. Mielőtt arról beszélünk, szendvicsbe beékelnék egy olyan témát, amit ön kevésbé szeret, mert ahogyan ő szokott fogalmazni, fontosabb témákról szeret beszélni. Vona Gábor beszélt arról, hogy önökkel akár, vagy a Momentummal szívesen, vagy elképzelhetőnek tart egy későbbi együttműködést, önnek erről mi a véleménye? Hát ugye ő koalíciótról beszélt, én meg azt tudom mondani, hogy egy koalícióról azokra a választások után kell beszélni. Az, hogy egy választás után milyen kormány áll fel, ahhoz legelőször is tudni kell, hogy milyen eredményeket ért el. Választási együttműködés előtte elképzelhetetlen? Az eredmény, ezekről meg ugyanazt mondom magának, mint amit mindig szoktam mondani, hogy elképzelhető, hogy lesznek ellenzéki pártok között együttműködések, elképzelhető, hogy szükséges lehet, akár ez egy fontos kérdés is lehet, de még akkor is a fontos kérdés, akkor is részletkérdés, akkor ha minden nap erről beszélünk, akkor az igazi fontos dolgokról nem beszélünk. Nézzük a rekordmennyiségű kérdőívet, amelyeket ön a miniszterelnöki kabinet iroda jóvoltából végül nagy nehezen megnézhetett Szél Bernadette. Nem nézhettem meg, tehát ugye évekből, tehát vagy kérdőívből egy-kettőt nézhettem meg, ugye én dobozokat láttam, és egészen szürreális vagy irreális körülmények. Dobozokat látott sem. Igen, azt, hogy mi van az éveken. Az évekből csak néhányat láthattam. Nem volt elejogosult, vagy nem tették lehetővé? Nem volt idővel, tehát ugye én nekem tegnap
fél 5-kor az Orci téren a Józsefvárosba kellett megjelennem. A jogosítság alapján megnézhette volna? Csak nem volt rá időt? Egy gyakorlati oka volt? Nem nagyon. A legtöbbet azt elzárták, tehát a legtöbbhöz nem férhettem hozzá. Az egyik helyszínen, amikor nagyon kértem, akkor a legfelső dobozból kinyitottak, és abba belenézhettem, abba tényleg voltak ívek. A körülmények is elképesztőek voltak, hogy nekem fél 5-kor megjelennek az Orci téren, aztán 3-4 óra múlva már Róna téren, Róna utcában kell lenni, és utána meg 3-4 óra múlva a Blaha Lujza téren, mindezt ugye a pesti csúcsforgalomban, tehát egy-egy helyszínen 10-15 percen volt. Nyilván, ha én meg akarok győződni róla, és van pár órám, akkor tudom nézni a folyamatot, át tudok nézni, hogy most azok nem egy tintával írták-e azokat a dolgokat, de így is sikerült objektívan bizonyíthatóvá tennem, és nekem 100%-os meggyőződésem, hogy egész egy színjáték. És ez két, így hogyan tud ilyen kijelentést tenni? Két dolog miatt. Igen. Az első helyszínen, ahol a Orci téren semmi más nem történik, mint a postáról oda átviszik a beérkezett borítékokat, és ezeket átvilágítják, hogy valami gaz, Soros huszár nem tette bele valami bombát a borítékokba. Na most én ott megkérdeztem, hogy jó, ott nem is nyúlhattam hozzá, tehát ott nem nézhettem meg semmit, hogy azokban a dobozokban tényleg van-e valami. Azt kérdeztem meg ott a vezetőtől, az igazgatótól, hogy mutassa már meg nekem azt a kockás papírt, vagy számítógépes nyilvántartást, vagy nyilvántartásokat, hogy tegnap mennyi érkezett be pontosan, hány doboz, mennyi ment ki, egy hete mennyi ment ki, 2 hete mennyi érkezett be. Tehát pontosan ezt legalább mutassa meg. Most ilyet elfelejtettek hamisítani. Tehát ez, az lehetetlen, ez nem, hogy nincsen arról kimutatás, hogy mi jött be, mi ment ki. De azt mondta, hogy nincs. Ezt kérdezzék meg tőle hivatalosan, aztán majd utána beszéljünk megint. Azt mondta, hogy ilyen nincs. Hát mondom, mi van, hogyha bejön egy Soros huszár, beépül ide ebbe a rendkívül fontos az ország jövőjét meghatározó konzultációba, és ellopkodja, és ugye mi van, hogyha 100 000-et meg eltettek, vagy elsinkofálja, akkor ez hogy tudja bizonyítani? Vagy jön egy Fidesz bérenc, és mondjuk betesz pluszba ilyen utólag kitöltött éveket, hogy tudja? Hát azt mondja, hogy neki nincs ilyen. Most elmentem a következő helyre, ahol kibontogatják ezeket a borítékokat, és félreteszik aki beírta az adatát, meg félreteszik magát a konzultációs vagy manipulációs íveket, és ott is mondom, hogy mutassa már meg, hogy hol van, hogy hol írják, hogy hányat dolgoztak fel, mennyi doboz jött ki, és mennyi ment ki. Ő már ugye okosabb volt, ő azt mondta, hogy van ilyen, de nincs itt. Hát mondom, hol van? Azt nem mondhatja meg. De mondom, akkor ki mondhatja meg? Azt sem mondhatja meg. Ez így történt, egészen elkezdve, és mondom, köszönöm, akkor tulajdonképpen itt meg is állhatok, és el se kellett volna menni a harmadik helyszínre, ahol ugyanúgy nem tudtak nekem ilyen, ez egy kockás papírra fölírom, hogy ennyi dobozt kaptam, és ennyi ment tovább, ha ez ilyen borzasztó nagy komoly dolog. Ott ugyanúgy nem tudták megmutatni, tehát én innentől kezdve azt mondom, hogy ez egy teljesen, tehát nem hiszem el, ami van, és szerintem bárki, aki ezt hallja, az azt tudja mondani, hogy nem hiszi el, viszont van még egy nagyon fontos ilyen... Mondja gyorsan, mert már lejárt az időt, pillanat, nagyon... Bocsánat, akkor nagyon gyorsan mondom, a legvégén megkérdeztem a Kopling Dator ügyvezető igazgatóját, hogy milyen ütemben jönnek be ezek a ívek, ő azt mondja, hogy most, ami ott van, ez 250 000 ív, hetente kapnak, és a november 13-ban is kaptak 200 000-et, és november 6-án is 200 000-et. Ez azt jelenti, hogy 13-án összesen 400 000 ív jött be a Kopling Dator igazgatója szerint. Dömötör Csaba viszont 11-én azt mondta, hogy 1,1 millió ív jött vissza. Nyilvánvaló, az egész egy hazugság és komolytalan dolog. Hatházi Ákos, mindig ámulva hallgatom, és tenném akár meddig, de jön a következő vendég, a Társaság a Szabadságjogokért képviselője. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.